jó híreink vannak. Megtörtént az összehasonlító ultrahangvizsgálatnak az eredménye. A 4 hónappal ezelőttihez képest a mióma méretének 40%-os csökkenését tapasztalhattuk. Ez mindenképpen jó hír, és ez azt jelenti, hogy eredményes volt a gyógyszeres kezelés. Ez a miómás méh elváltozás, ez egy nagyon régi betegség, több mint 300 éve ismert, a nők zömét érinti, a terápia mindezidáig úgymond stabil volt. Mondhatni, hogy a leggyakoribb női nemi szervek jóindulatú daganata. A méheltávolításoknak a zömét is a miómás méh elváltozás diagnózisa adta mindezidáig. Az aktualitását ennek az ismertetésnek az adja, hogy valószínű, hogy változik a terápiás megítélésünk. Egy olyan új ígéretes gyógyszer áll a rendelkezésünkre, ami valószínű, hogy megváltoztatja a terápiás, az eddigi terápiás szokásainkat. Egyszerűbb kezelési mód. Ennek a gyakorlását kezdtük el, de nem csak a mi osztályunk, hanem valamennyi gyakorló nőgyógyásznak a rendelkezésére áll. Mi is ez a mióma? Érdemes áttekinteni ennek az előfordulását, a tüneteit, hajlamosító tényezőket, felismerési lehetőségeket, diagnosztikus fegyvertárunkat. Ugye az előfordulási gyakorisága jelentős része az nem kerül még felismerésre, míg nem nőgyógyászhoz nem kerül a páciens, tehát jelentős részük tünetmentes. A változó kor körüli nők 30-40%-a érintett, tehát megkapja a miómás méhelváltozás diagnózist, aztán majd kiderül, hogy ezzel van-e teendő, vagy nincs teendő, de úgyis megközelíthetjük ennek az előfordulási gyakoriság ismertetését, hogy egy nő életciklusának van kb. 70% a valószínűsége annak, hogy lesz miómás méhelváltozása. Az életkor előre haladtával ez nő. A felismerése pedig az eseteknek egy olyan, azt tartjuk, hogy egy 30%-ában egy fizikális nőgyógyászati vizsgálat során kerül sor. Az esetek 50%-ában a szinte ma már a vizsgálatokkal együtt járó ultrahang vizsgálat során kerül felismerésre. És van egy nagyon érdekes statisztika, hogy amikor utólagosan szövettani vizsgálatra kerül a sor, hisz minden eltávolított, betegből eltávolított szövet vizsgálatra kerül sor, bármi miatt történt a méh eltávolítás, utólagosan kiderül, hogy 70%-ban a szövettan igazolta a miómás méh elváltozást. Nem biztos, hogy volt mögötte panasz, nem biztos, hogy lett volna teendő, de hát ez egy ilyen gyakori betegség. Az, hogy mitől van miómás elváltozás, az okára egyértelmű a válasz, hogy nem tudjuk. Az tény azonban, hogy ismertek bizonyos hajlamosító tényezők, és itt a hajlamosító tényezők közül elsősorban az egyik női nemi hormon, az ösztrogén tehető felelőssé. Ugye, mint ismert, kétféle női nemi hormon van az ösztrogén és a progeszteron vagy gesztrogén, és a miómás méh elváltozás az ösztrogén dependens, tehát ösztrogén függő. Minél nagyobb egy nő életciklusában az ösztrogén expozíció, annál valószínűbb, hogy lesz miómás méh elváltozása. Erre több gyakorlati példa is rendelkezésünkre áll. Ugye maga itt van a terhesség, ami megváltoztatja a progeszteron-ösztrogén viszonyt. Ugye annál a páciensnél alakul ki nagyobb valószínűséggel miómás méhelváltozás, aki nem szült. Tehát a nem szültek körében gyakoribb. Ugyanez ennek analógiájára ismert az is, hogy minél több terhessége, több szülése volt valakinek, annál kevesebb a miómás elváltozásnak a lehetősége. Tehát minél kevesebbet szül valaki, annál valószínűbb. Az is egy érdekes megfigyelés, hogyha túl hosszú időtartam telik el két szülés között, ez mondjuk 10 éves nagyságrendet kell ez alatt érteni, ott is valószínűbb, hogy előfordul.
A korai menarré, vagyis amikor az első menstruáció a kislányoknál jelentkezésének az időtartama, akiknél hamarabb jelentkezik, tehát 11-12 éves korában, mint az átlag, annál megint hosszabb ez az ösztrogén expozíció az életciklusa során, tehát azoknál valószínűbb, nagyobb a valószínűség, hogy kialakul a méh izom ezen jóindulatú daganata, szemben azokkal, akiknek csak 17-18 éves korukban jelentkezik az első menstruáció. Hasonló módon van egy pár olyan ismert tény, ami gyakoribbá teszi, így a fogamzás gátlónak a használata, az elhízás, magas vérnyomás, cukorbetegség. De vannak genetikai hajlamok is, hisz úgy gondolom, hogy ez egy sokan ismerjük, a páciensek is ismerik azt a tényt, hogy vannak olyan családok, akik már nagymamát is, anyukánál is, nála is, tehát szinte generációnként nyomon követhető, hogy miómás méhelváltozás következik be, és emiatt műtétre kerül a sor, és vannak olyan családok, ahol ez úgymond nem gyakori. Vannak raszbeli eltérések is, mint hajlamosító tényezők. Az Egyesült Államokban, az afroamerikaiak körében jóval gyakoribb a miómás méhelváltozás. Hazánkban meg azt mondhatjuk, hogy a roma lakosság körében ritkább, szemben a nem roma lakossággal. Ez ugye a méh izom állományából indul ki, általában az izom állomány közepéből, és attól függően van az elnevezése is, hogy ez a miómás méh elváltozás, ez egy ilyen gócos jellegű elváltozást mutat, hogy az a méh nyálkahártya felé, azaz befelé fog inkább nőni, a tendenciája az, vagy pedig inkább kifelé, a hashártya felé, így különböző elnevezései vannak, de még megkülönböztetjük azt, hogy a méh nyak felé nő le, vagy pedig a méhet körülvevő szalagok irányában. Tehát nagyon változatos képet tud mutatni, általában nem egy góc, hanem több góc indul el egyszerre növekedésnek. És ennek megfelelően jelentkeznek a tünetek is. Ugye a legmarkánsabb tünet egy miómás méhelváltozásnál, amikor nem feltétlenül véletlenül kerül felismerése, a vérzészavar. Itt elsősorban az úgynevezett pozitív vérzészavart kell ez alatt említeni, tehát a menstruációhoz képest bővebb, darabos, elhúzódó, aztán már ezt a menstruációs ciklust sem tartja, tehát ciklustól független vérzés. Ez a vérzés azonban egy idő után azon túlmenően, hogy egy tünet, komoly betegség csoportot is elő tud idézni, egy vashiányos anémiát. Vagyis nagyobb lesz egy idő után a vérvesztés mértéke, mint amit a páciens a saját vörös csontvelőből képezni tud, és önmagában a vashiányos anémia pedig betegségek hadát tudja előidézni, csak hadd említsek egyet, a szív- és érrendszeri betegséget. Tehát mint a legfőbb tünete a miómás elváltozásnak a vérzészavar, és hát ugye a második, nem elhanyagolható a fájdalom. Ami először egy kismedencei diszkomfort érzéssel indul, aztán egyre inkább ez progrediál fájdalomként éli meg. A fájdalom egyrészt adódik magából a méh izom gócból, a mióma gócból, ugyanis különböző degeneratív, tehát sejt elhalásos elváltozások indulnak meg benne, hisz a növekedésével, a mióma góc növekedésével nem fog tudni tartani az erek növekedése, tehát egy idő után ellátási zavar jelentkezik a méh ezen mióma góc állományában, és ez sejt széthalással, elhalással jár. Ez gócként is szerepelhet, tehát önmagában a góc is ki tud egy fájdalmat idézni, illetve a környező szerveket tudja nyomni, hisz egy mióma góc egy ilyen újbegynyi göbtől elkezdve egy egészen emberfőnyi nagyságúig tud néhány év alatt növekedni, és attól függően, hogy milyen szerv irányába megy a növekedési tendencia, attól függően különböző nyomási tüneteket tud okozni, tehát ami közvetlenül a méh mellett van. Leggyakoribb, hogy a vizelet elvezető rendszert komprimálja, nyomja, tehát így vizelés, vizelet elcsorgási probléma, vizelet elvezetési probléma adódik, és így a mögöttes részen, amik nem tud elfogyni, mögöttes részen egy pangás alakul ki, a pangás az már önmagában feszíti a vizelet elvezető rendszert,
amipang az begyullad, tehát gyulladásos panaszok jelentkeznek, azaz kialakulhat egy nem kívánt, egy elkerülhető, egyébként elkerülhető vese elváltozás. De ugyanúgy nem csak ebbe az irányba, hanem a bélrendszer irányában is tudnak ezek a gócok növekedni. Ha végbél záró izom irányába növekszik, akkor egy nagyon kellemetlen, állandó székelési inger tud jelenteni. Elsődlegesen a fizikális nőgyógyászati vizsgálat során történik mindez, tehát ma már szinte velejárója egy nőgyógyászati szűrővizsgálatnak is, hát még ha célzottan panasza van a páciensnek, az ultrahangvizsgálat. Ez ma már annyira elterjedt a nőgyógyászati diagnosztikus fegyvertárunkban, hogy szinte ma már a páciens azt hiányolja, hogyha valami miatt nincs ultrahangvizsgálat. Tehát az ultrahangvizsgálattal ugye ma már egy 2-3 milliméteres elváltozást is föl tudunk ismerni. Egy mióma góc, amikor panaszt okozhat, ennél már nagyobb. Tehát így kimondhatjuk, hogy a miómás méh elváltozásoknak az elsődleges diagnosztikus fegyvertára a nőgyógyászati ultrahang. Ezen a sematikus ábrán látható a belső női nemi szerv, ugye jól látható a méh, petefészkek, petevezető hüvely, és ahol ki tud alakulni, ahol ki szokott alakulni, az általában az izomállománynak valahol a közepén, általában, mint említettem, több gócú a kiindulású, és ezek egyre inkább, egyre nagyobbak lesznek. Hogy milyen mértékűvé tud válni, és milyen elhelyezkedésű, ez a további sematikus ábra tudja megmutatni, hogy ez a miómagóc megmaradhat a méhizomállománynak a közepén, növekedhet a hasártya irányában, egészen kikocsányosodhat, és növekedhet befelé, tehát a méh nyálkahártya irányába. Az elnevezésük is ettől függően elkülönül, talán ezen a színes ábrán még jobban látható. Általában azonban a gyakorlat azt mutatja, hogy nem egy góc alakul ki, hanem több góc különböző nagyságukat ér el, és ez már egy egészen durván, torzult, összességében jócskán megnagyobbodott, több góctól torzított miómás méh, egészen itt a kikocsányosodott nagy miómagócot, a méh száj irányába növekvő góc. A előre kiszínesített táblán talán még jobban látható, hogy milyen elváltozásokat, gócokat tud idézni ez a mióma. Itt látható a megnagyobbodott méh együtt a miómás góccal, majd mindjárt körberajzolom. Tehát össztömegében egy jelentősen megnagyobbodott méhről van szó, melyből talán jól látható, hogy jól elkülönül, hogy ez itt a méh nyálkahártya, tehát a méhnek mintegy a hátsó falában foglal helyet ez a miómagóc. Nagyon közel van a méh nyálkahártyához a miómagóc, tehát feltehetően egy beágyazódási zavart is okozna, tehát így egy terhességnek a gátját is jelentheti a méh nyálkahártyához túl közel elhelyezkedő miómagóc. Amikor felismerjük ezt a miómás méh elváltozást, megismerjük hozzá a páciensnek a panaszait, ugye egészen más indítatása van egy-egy elváltozásnak a következményeként, fölajánljuk a lehetőségeket, hogy milyen módon lehetne ezt a miómagócot kezelni. Mint ahogy említettem, a hagyományos műtéti megoldás a legrégebb óta ismert, na de hát ma már egyre inkább a konzervatív szemlélet irányába megyünk el, úgy gondolom a betegek érdeke is ezt kívánja, hogy csak azt távolítsuk el, csak azt kezeljük, ami a kóros elváltozás, tehát ezért az egész méhét ne kelljen eltávolítani. Ma ilyen konzervatív megoldásként létezhet a radiológiai embolizáció, amikor ezeknek a mióma gócoknak az ereit embolizáljuk, azaz a vérellátásukat tesszük tönkre, illetve a másik módszer, amikor tabletta formájában
kihasználván, hogy ezek a miómagócok ösztrogén receptorokat tartalmaznak, ezeket gyógyszeres formájában tudjuk, ha nem is szanálni, de növekedésük ütemét lelassítani, meggátolni, és jelentős éveket tudunk nyerni, tünetmentes periódusként biztosítani. Tüneteket okozó mióma esetén és növekedési tendenciát mutató mióma esetén mindenképpen a kezelésnek valamilyen formáját kell választanunk. Ennek a kezelésnek mindenképpen egyénre szabottan kell történni. A kezelési lehetőségeket ismertetjük a betegekkel, és a beteg életkora, szülési szándéka, a miómák helyzete, a tünetek jellege alapján egyénileg határozzuk meg a beteg beleegyezésével, vele egyetértésben a legoptimálisabb kezelési módot. A sebészeti kezelés legnagyobb előnye az, hogy ezáltal eltávolítjuk a mióma göböt, vagy a mióma göböket tartalmazó méhet. Tehát ilyen értelemben megszüntetjük a betegséget. A műtéti kezelésnek több fajtája van. Lehet nyílt hasi úton, tehát hasmetszésből eltávolítani a miómát, illetve a méhet, lehet hüvelyen keresztül eltávolítani, és újabb korszerű módszerekkel lehet hastükrözéses vagy méh üregi tükrözéses módszerrel a panaszokat okozó miómagöböt eltávolítani. A műtéteket ebből a szempontból két csoportra oszthatjuk. Az egyik az úgynevezett szervmegtartó, szervkímélő műtét, ami során csak a tüneteket okozó mióma göböket távolítjuk el, maga a méh megmarad, a fertilitás is megőrződik. A másik az ennél radikálisabb válfaja műtéteknek, amikor a méh egésze is eltávolításra kerül. Miómás méhet nem észleltünk, de a mióma és a rossz illatú daganatok összefüggéséről annyit lehet mondani, hogy gyorsan növő mióma esetén felvetődik a méh izomból kiinduló rossz indulatú daganatnak a lehetősége, magyarul a mióma göb kis százalékba, de rossz indulatúlag is elfajulhat. Ezért szükséges a tüneteket, panaszokat okozó, illetve a növekedési tendenciát mutató miómás méh esetén a kezelés valamilyen formájának kivitelezése. A következő kezelési típus a sebészeti kezelésen túl a mióma göb tápláló erejének radiológiai módszerrel történő embolizációja. Ez esetben a combverőéren egy speciális katétert vezetünk fel a méhet ellátó artériákon keresztül, egészen a mióma göböt ellátó artériákat keressük fel ezzel a speciális katéterrel, és ezeknek az elzáródása révén várjuk azt, hogy csökkenni fog a mióma göb mérete. A mióma kezelésének, a mióma gócok kezelésének az egyik alternatívája az, amit itt fogunk ennél a hölgynél végezni, egy úgynevezett embolizáció, amikor a kórosan megnövekedett jóindulatú méhdaganatnak a vérellátását szüntetjük meg, és azzal gyakorlatilag azt érjük el, hogy ez összefonnyadjon, összeessen, és ne növekedjen a hormon hatásra a későbbiekben. Ez egy különösen azoknál a betegeknél alkalmas, akiknek multiplex miómája van, illetve nagyon erős vérzészavart okoz ez az elváltozás. Minimális kockázattal jár, és olyan betegünk is volt már, aki ennek a beavatkozásnak a eredményeként egészséges kisgyermeknek adott életet. Támolvasod, vagy tud mindent, amit szeretne? Elmondták a kollégák. Jó. Adok egy érzést említőtönnek. Maga a vizsgálat gyakorlatilag teljesen fájdalmatlan.
körülbelül 30 percig tart, viszont utána egy-másfél órával kinyílt, mikor elég erős görcsök jöhetnek. Tehát arra igyekeztünk felkészíteni őt már rendszeresen, de még majd erre szükség lesz az osztályon is, ahol következő 24 órát tölti, pontosabban holnap reggel fekszik. A konzervatív kezelés tulajdonképpen gyógyszeres kezelést jelent. Többfajta gyógyszer alkalmas a mióma okozta tünetek enyhítésére. A régóta ismert tény az, hogy fogamzásgátló tabletták és hormonális gyógyszerek a mióma tünetei közül egyeseket előnyösen befolyásolnak, nevezetesen csökken a vérzészavar. Tehát ha a betegnek nincs nagy miómája és a fő panaszát a elhúzódó bődarabos alvadékos vérzés jelenti, egyes esetekben fogamzásgátló tablettákkal, hormonális gyógyszerekkel ez előnyösen befolyásolható. A másik nagy csoportja a gyógyszeres kezelésnek, azok a gyógyszerek csökkentik a vérveszteséget azáltal, hogy mesterségesen a változókorba juttatják a betegeket. A gyógyszerszedés alatt, tehát ezek a betegek nem menstruálnak, csökken a vérveszteség, megszűnik a vérzés gyakorlatilag, és valamennyire hatnak a mióma göbb méretének, térfogatának csökkenésére is. Ez a jótékony hatásuk, viszont elég súlyos, a beteg számára nehezen tolerálható mellékhatásokkal bírnak ezek a gyógyszerek. Gondolok itt fejfájás, hányinger, hasmenés, hangulati ingadozás és kifejezett klímaxos panaszok. A harmadik lehetőség a gyógyszeres kezelésnek a hazánkban néhány hónap óta forgalomban levő progeszteron receptor modulátor gyógyszeres kezelés. Ez tablettás készítmény. A régebben alkalmazott gyógyszeres kezelés abbahagyását követően a beteg tünetei, panaszai azonnal visszatérnek, értem ez alatt a bőalvadékos elhúzódó vérzést, illetve a mióma növekedése egyből beindul. A jelen gyógyszeres kezelés mellett az eddig rendelkezésre álló adatok alapján a bővérzés 6-8 hónapig nem tér vissza, sőt, a mióma göb növekedését is a gyógyszer abbahagyása után 6-8 hónapig a gyógyszeres kezelés felfüggeszti. A gyógyszer hatását három támadásponton fejti ki. A mény átahátjára gyakorolt hatása révén az előző gyógyszeres kezelésnél sokkal hamarabb, néhány nap alatt már megszűnik a vérzés. A mióma göbre gyakorolt hatása révén a mióma göb csökkenésére lehet számítani. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy amennyiben a betegnek a mióma nyomási tüneteket okozott, ezek a mióma térfogatának csökkenése révén fokozatosan visszafejlődnek. A harmadik támadáspontja ezeknek a gyógyszereknek az agyalapi mirigy. Az agyalapi mirigyre gyakorolt hatásuk révén a tűzőrepedést gátolják ezek a gyógyszerek, és szintén ennek révén a beteg átmenetileg a változókori állapotba jut. Ezek a változókori panaszok, tünetek, mellékhatások azonban lényegesen enyhébbek, mint az előző gyógyszereknél tapasztaltak, és így ez az újfajta készítmény a betegek számára kifejezetten jól tolerálható. Még egy előnye van a tablettás kezelésnek, mégpedig az, hogy 3 hónapi kúra után a gyógyszer abbahagyását követően a ciklus azonnal helyreáll, viszont a mióma göbök növekedése még leáll körülbelül egy 6-8 hónapra, szemben az előző gyógyszeres kezelésekkel. A tervezett műtét előtt érdemes a beteget gyógyszeresen előkezelni, ezáltal a vérzése megszűnik, a anémiája mérséklődik, emellett csökken a mióma göböknek a mérete,
ami egy műtéti beavatkozás szövődményei szempontjából jelentős lehet. Kisebb mióma göböt kevesebb szövődménnyel tudunk eltávolítani. Egy 41 éves nőbetegről van szó, akinek anamnézisében egy szülés már szerepelt, ismételt szülési szándék miatt kereste fel ambulanciánkat. Az előzetes vizsgálatok alapján miómás méhet észleltünk. A göb mérete 45 mm-esnek bizonyult. A beteg panaszai között szerepelt, hogy több mint egy évi védekezés nélküli házas élet ellenére nem esik teherre. Emellett tompa alhasi fájdalmai és pozitív vérzészavara volt a betegnek, ami azt jelenti, hogy bő, alvadékos, elhúzódó vérzést tapasztalt. Szeretném megkérdezni, hogy a gyógyszeres kezelés előtti panaszokban, tünetekben tetszett-e észlelni változást? Mindenképpen vannak változásaim. Nincsenek olyan hasi, alhasi görcseim, fájdalmaim, mint a gyógyszeres kezelés előtt. A vérzésem azt tapasztaltam, hogy visszaállt a normálisra. Nincs ilyen alvadékony vérzésem, tehát normális lett. Hány napig tart a menszesze? Öt napos tart a menszesze. Utána van még egy-egy ilyen pecsételős, de a normális az. De lényegesen csökkent a mennyisége és az időtartalma is. Igen, mindenki. Jó. Tetszett-e észlelni a gyógyszeres kezelés után, kezelés alatt valamilyen mellékhatást? Hát, mintha egy picit hőhullámaim lettek volna, és így leizzadtam, de elviselhető volt, tehát a napi életet annyira nem zavarta. Nem zavarta. Nem. Doktor úr, és mikor vállalkozhatunk újra gyermek nemzéssel? Igen. Véleményem szerint egy ciklus várakozás idő után nyugodtan lehet próbálkozni a teherveséssel, ugyanis ennek a gyógyszernek a hatása, a mióma csökkentő hatása még a gyógyszer abba hagyását követően egy 6-8 hónapig még érvényes lesz, és bízunk benne, hogy ez alatt az idő alatt létrejön a terhesség, és a mérete, mivel nem nő 6-8 hónap alatt, abban is reménykedünk, hogy sikeresen ki fogja tudni viselni a terhességét.